9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Ezt a Kródi regényt akár az otthonunkba is megrendelhetik. A 65 év feletti, valamint mozgásukban idéglenesen vagy tartósan korlátozott ferencvárosi lakosok. Köszönhetően a fővárosi Szabó Ervin könyvtár és a Ferencvárosi Önkormányzat együttműködésének. Amit a közelmúltban írt alá dr. Bácskai János polgármester és dr. Fodor Péter a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója a Boráros téri könyvtárban. A könyvet házhoz programról és egyéb kedvezményekről is szó lesz a Ferencvárosi Fiók könyvtárakat bemutató mai összeállításunkban. Megfogalmazódik az idősebb embereknél, akik nem tudják az otthonokat elhagyni, mert nem tudnak úgy közlekedni, vagy olyan magas emeleten laknak, ahol bonyolult lejutni és eljutni egy könyvtárba. Az idősebbek is hozzá tudnak jutni könyvhöz, DVD-hez, CD-hez. Hogyan juthatnak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz a 65 év feletti ferencvárosiak? Úgy, hogy a könyvtárakban megrendelik, és ez az együttműködésnek egy nagyon fontos eleme, hogy a kerületi családgondozó és szociális hálózattal együttesen szállítjuk a helyszínre, illetve bizonyos idő letelte után, 3-4 hét után pedig cseréljük, illetve kívánságra akár ki is egészítjük ezt a fajta szolgáltatást. További szolgáltatás, hogy egyedülálló módon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár 3 ferencvárosi fiók könyvtárában, a Boráros téri, a Mester utcai és a Börzsöny utcai könyvtárakban a kismamáknak és a 65 év felettieknek ingyenes a beiratkozás. Ennek költségeit ugyanis átvállalja Ferencváros önkormányzata. Figyelünk arra is, hogy például nyilván idősebb korban fárasztóbb lehet az olvasás, ezért ezeknek az olvasóinknak, könyvtártagjainknak, hiszen ugyanolyan jogú státuszban vannak ezek a lakosok is, igyekszünk úgynevezett öregbetűs könyvet eljuttatni, hogy könnyebben tudják az olvasást valóban élvezetessé tenni. A kerületben 3 könyvtár működik, az egyik a József Attila lakótelepen a Börzsöny utcai könyvtár, itt a belső Ferencvárosban pedig a Mester utcai kis könyvtár, illetve ahol most is vagyunk, a Boráros téri könyvtár. Azért örvendetes erről nekem beszélni, mint az intézmény vezetőjének, mert az utóbbi 5 évben mind a 3 könyvtár egy rekonstrukción esett át, egy felújításon, amelynek forrását döntően a fővárosi önkormányzat biztosította, de a kerületi önkormányzat mindegyik könyvtárnak a rekonstrukciójában anyagilag is szerepet vállalt. Látogatottságát tekintve mennyire népszerűek a ferencvárosi könyvtárak? Azt kell mondanom, hogy a Boráros téri és a Börzsöny utcai nagyon kedvelt és látogatott. Nyilván a lehetőségeinek okán a Mester utca is a saját kategóriájába jó teljesítmény nyújt. Könyvtárosok mindig azon mérik le, hogy milyen a napi forgalom, hány aktív beiratkozott olvasó van, hány regisztrált olvasó van, hányszor kölcsönöznek, és hány dokumentumot kölcsönöznek. Körülbelül 2,6 millióan keresték fel a Szabó Ervin könyvtárat 2012-ben személyesen, tehát kinyitották, kopogtak, kinyitották az ajtót, és ott voltak, és ugyanakkor közel 4 millióan távhasználatban, tehát a honlaponkon keresztül akár elmondták a kívánságukat, elmondták az elismerő véleményüket, kritikájukat, hosszabbíthattak azokat az adatbázisokat, akik beiratkozott olvasói a könyvtárnak használni tudják. Tehát azt gondolom, hogy a korszerű könyvtár az ma, amelyik képes a hagyományos könyvtár értékeit őrizni, megmutatni és maivá tenni korszerűvé, és ugyanakkor virtuális könyvtárként is tud működni. Fő
igazgató úrral készült beszélgetésünk helyszínén a Boráros téri könyvtárnál maradunk, ami kedvező fekvésének és könyvállományának köszönhetően az egyik legnépszerűbb, nem csak a ferencvárosi fiók könyvtárak között. Lehető legjobb helyen van a könyvtár, mert akár Budáról, Pestre, északról, keletre is, és az agglomeráció, tehát Dunaharasztitól kezdve Halásztelekig, Szigetszent Miklósig, Soroksárig, nagyon sok olvasónk jár onnan is, illetve hát pontosan az átmenő forgalom miatt, tehát hogy a hévvel, villamossal is jöhetnek, zuglói, budai lakcímű emberek, tehát nem csak 9. kerületiek látogatnak minket. Illetve ami a Szabó Ervin könyvtárnak is egy szolgáltatási típusa, a bérletes olvasók, rengeteg bérletes olvasónk van pont ebből adódóan, mert a bérletet ugye bármelyik könyvtárban használhatja, úgyhogy hát igyekszünk egy jó könyvállományt fenntartani, és ezért bizony tényleg Zuglótól kezdve mindenhonnan jönnek a bérletükkel. Ez mit jelent, hogy jó könyvállományt fenntartani? Igen, ez nagyon fontos, hogy jó könyveink legyenek. Minden könyvtárban más a specialitás van, ahol nagyon szeretnek DVD-t kölcsönözni, vagy pont a gyerekfoglalkozásban nagyon erős. Ez a könyvtár, ez, hogy úgy mondjam, egy nagyon olvasós könyvtár, tehát akik ide járnak, azok abszolút a könyvek miatt jönnek, úgyhogy számon is kérik rajtunk, úgyhogy abszolút a kortárs magyar irodalomtól kezdve a világirodalom, éppen ki most az Nobel-díjas, tehát mindennel teljesen képben vannak és várják a friss irodalmat, úgyhogy abszolút az új könyvek polca a legnépszerűbb. És kölcsönzik ezeket a könyveket, vagy jellemző az is, hogy itt leülnek és itt olvasgatnak? Hát itt is olvasnak, tehát van olyan diák, aki naponta jár és itt laptopozik és készül a vizsgája, nem is egy, most időnként hasra esünk a zsinórokba, de sokan tanulgatnak, van, aki rengeteg újságolvasónk van, főleg idősebbek, de középkorúak is, tehát akik azért már nem tudnak erre áldozni, és itt a könyvtárban a napi sajtót azt végigolvassák, naponta találkozunk velük sokan itt az olvasótérben, és hát természetesen a kölcsönzők. Az alap az a könyvkölcsönzés, és akkor, ha folyóirat van, akkor azzal napra készen lehet lenni. Úgyhogy nagyon kedvesek, aranyosak. Ezek azok, amiket most visszahoztam, de igyekezni fogok ma is keresni több mindent magamnak is, de még a kisunokámnak és a kisebbiknek még mesekönyvet is szoktam neki vinni. Milyen típusú könyveket szokott kölcsönözni? Hát nem a legmodernebbeket, de inkább a életrajzi vagy történelmi. Úgyhogy van választék bőven, és főleg újak is vannak, úgyhogy lehet figyelemmel kísérni, ha az ember így a mondjuk a folyói, hogy is mondjam, az újságokból, vagy bárhonnan tévéből értesül a dolgokról, hogy mi az, ami új, akkor azt is sokszor megtalálja. Mindig olyan könyvet igyekszem választani, aminek azért el tudom olvasni a rövid ismertetőjét, és ennek alapján döntöm el, hogy abban a pillanatban, amikor éppen itt vagyok a könyvtárban, akkor ez a dolog érdekel-e, ráhangolódni tudnék-e otthon, jól érezném magam, és akkor úgy viszem el. És ez a két könyv jó választás volt? Hát ezt ugyan a nagyobbik unokám olvasta, mert ő is nagy olvasó, és ő vitt el magának, ezt csak visszahozom. Ennek az az érzésem, hogy nem igazán volt a kedvemre való, de azért végig töltöttem vele az időmet. Ez egy orosz helyen játszódó történet, ahol nagyon sok volt ugye az orosz név, és egy kicsit nehézkes volt vele a haladás, és kicsit krimi is volt, úgyhogy hát lehet, hogy nem az igazi volt, de azért jól volt ez is. Mióta itt lakunk már, mióta megvan a könyvtár azóta, és megszoktuk, hogy eljövünk. Csak most, hogy nyugdíjban van az ember, akkor jobban ráér, és akkor inkább jön. Önnek is akkor ingyenes egyébként a tagság? Igen, ingyenes, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, és vonzó, főleg vonzó. Mit szeret egyébként ebben a Boráros téri könyvtárban? Én szeretem azt, hogy megvan a helynek egy olyan hangulata, ami talán nincs meg, hogyha elmennék a nagy könyvtárba. Ott talán tudom, hogy sokkal több lehetőség lenne arra, hogy válogassak, de számomra az már nagy az a hely. Úgyhogy én itt szeretem, hogyha bejövök, akkor ismerős emberekkel találkozom, ugye az AGK-val, mint a többi kollégájával ismerősként üdvözöljük egymást. Nekem ez egy olyan hazajövök hely. Kérhetek tőlük tanácsot, hogy ha nem olvastak, hölgyek valami jót, amiben ha kevésebb időm van, segítségemre vannak, és akkor gyorsan túl vagyok a választáson.
Szóval én itt jól érzem magam, úgyhogy nem szívesen mennék nagyobb helyre. Ez a könyvtár egyrészt nagyon régi, 1952 óta működik itt a kerületben. Nagyon sokrétű az állománya, bár ezt más könyvtárra is el lehet mondani. Különlegessége az, hogy van egy jogi tanácsadás, azon kívül, hogy könyveket lehet kölcsönözni. Hétfőnként, minden hétfőn 5 órától este 7-ig a Horizont Szociális Alapítvány segítségével egy jogtanácsadáson vehetnek részt az érdeklődők. Van egy ilyen kis kézműves kuckó minden hónap péntekén, Fabrika műhely, ez lett most az új neve, ahol szeretettel várjuk az összes érdeklődő anyukát, gyerekeket, lehet kézműveskedni minden hónapban, ami aktuális abban a hónapban, tehát jeles napoktól kezdve, vagy amihez éppen anyagunk van, de mindenképpen ezt nagyon élvezik a gyerekek, és nagyon szeretik, és ami miatt leginkább vonzó még, hogy ingyenes. Tehát ameddig engedi az erőnk, addig ez mindenképp ingyenes program. Ami nem a széles közönségnek rendeződő, de azért szerintem érdemes megemlíteni, az a kerületi könyvtáros tanárokkal meglévő, most már 10 éves kapcsolatunk, amiben a kerületi művelődéstörténeti versenyt rendezünk együtt. Minden évben más a téma. Volt már a csillagászattól kezdve a reneszánszon át, most éppen a honfoglaló magyarságban terítéken, és akkor a legkülönbözőbb szempontból ezt feldolgozzuk, és többnyire valamilyen múzeumi foglalkozás zárja. 2009-ben felújított könyvtárnak nagyon sok az üres fal felülete. A megnyitó alkalmával, illetve azóta az ablak felületeket ki tudjuk használni, tehát ott vannak már színeink, és egy úgynevezett idézőjelbe tegyük utcagaléria működik, ahol különböző festő, grafikusok, fotósok munkáit láthatják az utcán arra sétáló emberek, tehát nagyon sokan megnézik, látjuk nyitvatartási idő alatt is, hogy rengeteg az érdeklődő, és bent az olvasók is, mert a belső térbe is kiteszünk természetesen, ha van helyünk, akkor ezekből a képekből. Jelenleg a Képző és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium diákjainak kiállítása látható. Kovács Gergő szobrász tanár úrnak a segítségével és közreműködésével az gyerekek, szóval az ifjú szobrászok művei láthatók itt a könyvtárban, ami hát érdekes próbálkozás, mert az olvasók mindig meglepődve jönnek be, hogy mit keres a könyvek között mondjuk egy női szobor, és nagyon érdeklődve körbejárják, megnézik, megkérdezik, hogy kinek a munkája, és ez is egyfajta kapcsolódás egy másik művészeti ághoz. A kettőt összehozzuk itt a könyvtár területén. Ez a tárlat kifejezetten a szobrászaknak a diákjai munkáiból áll. Többnyire a jelenleg a suliba járó másodikos, harmadikos vagy akár végzős diákok, tehát tulajdonképpen az egyetlen szempont az volt, hogy megfelelő színvonalú, izgalmas melók legyenek, de van pont a mögöttem lévő szobor, amit már az archívumból válogattunk ki, már a 30-40 évvel ezelőtt az iskolába járt diáknak a kiemelkedő munkája, úgyhogy valójában az egyetlen szelekció szempont az, hogy az anyag az szép legyen, meggyőző. Ez egy olyan jó kis tér, ahol szívesen fogadnak, és szerintem alkalmas arra, hogy művészettel előrukkaljunk. Hány alkotás is meddig látható itt a könyvtárban? Most körülbelül olyan 10 szobor van kint, kicsit több, mert a vitrínben apró kis plasztikák vannak jócskán, az mondjuk olyan 8 darab, és akkor még portrék, aktok, félaktok vannak itt szekrény tetején, itt a hátam mögött is elszórva. Sokkal jobb, hogyha itt vannak, látják őket, mint hogyha visszavinnénk a suliba a raktárba. Úgyhogy amíg szívesen fogadnak, addig tart a kiállítás, pontos dátumot még nem is tudok mondani. Ismét könyvek vesznek minket körbe, ez már azonban a következő helyszínünk. A Ferencvárosi fiókkönyvtárak közül a legkisebb, de annál hangulatosabb, szintén szépen felújított Mester utcai könyvtár. Pont most 4 éve, március 1-én nyitott újra a könyvtár, és azóta én azt gondolom, hogy változatlan érdeklődéssel jönnek az olvasók. Aki lemorzsolódik, helyette éppen annyian jönnek, úgyhogy általában olyan 1000 körüli az olvasó létszám, és aktívak is nagy részt. És a korosztályi megoszlás hogy néz ki? A két véglet. Kisgyerekek, kisgyerekes családok és a nyugdíjasok, de ez azt hiszem általános tendencia, hogy a középső generációnak vagy ideje, vagy a megváltozott olvasási szokások. Pont most volt egy felmérés a fiatal felnőttek és a középgeneráció
már nem nagyon forgatja, nagyon kis százalékban olvasnak. Hát ezt mi is érezzük, úgyhogy én azért buzdítanám, hogy azért az e-könyv nem pótolja az igazi nyomtatott könyvet. Mennyire rendszeres látogató itt a Mester utcai fiókönyvtárban? Nagyon szívesen járok ide, és rendszeresen, ha tehetem, és az idő engedi, akkor egy héten egyszer legalább bejövök, lehet, hogy kétszer is. Most például éppen masszírozáson voltam itt a egészségügyi központban, és mivel lejárt az idő, itt bejöttem olvasni, és aztán majd valamikor délkül elindulok ebédelni, aztán után pedig kicsit sportolni, de ha van lehetőség, egy-két óra, akkor olvasni bejövök. Én azt gondolom, hogy ez a könyvtár nagyon szerencsés helyzetben van, mert nagyon igényes, nagyon kulturált, a régi, igazi polgári értelmiség lakik a környéken, gondolom, akik itt maradtak. Úgyhogy az igényes, szép irodalmat, a szakirodalomból mondjuk politikai, életrajzi, történelmi könyveket, és persze hát olvasnak krimit is, meg romantikus könyveket is, de mondom, tehát zömmel inkább a szép irodalom. Kölcsönözni nagyon ritkán szoktam, mert inkább a helyszínen, ha vannak olyan könyvek, amik nincsenek még visszapakolva a polcra, akkor azt kinézem magamnak és olvasok. Odahaza is van egy kis könyvtáram, otthon inkább azokat szoktam böngészgetni, de mikor bejövök ide akár újságot olvasni, vagy csak pár szót váltani a Marietta asszonyal, a könyvtár vezetőjével, akkor mindig kiszorok olyan könyveket, amik itt vannak, és akkor már nem tudom megállni, hogy ne kezdjek el olvasni. Megmutatja nekünk, esetleg szabad tudni, hogy most éppen mit olvas? Nagyon kedves igazából. Amikor láttam az ATV-n egy interjúban Gresó Krisztián beszélgetni, és nagyon szimpatikusnak találtam, már többször is láttam itt televízióban, és tegnap előtt jöttem be délután, egy két órára, másfél órára olvasgatni, és sok jó könyvet kiszóltam ezt a Gresó Krisztián mellettem Elférsz című könyvet, és mondtam a Mariettának, hogy engedje meg, hogy elkezdjem olvasni, úgyhogy most ezt olvasom. Mekkora ennek a fiókkönyvtárnak az állománya? Körülbelül 10 000 kötet. Minden második héten kapunk új könyvet, és igyekszem is úgy rendelni, hogy ezeket az igényeket. Tehát, hogy minden legyen benne azért. Legyen szép irodalom, legyen egy kis könnyedebb irodalom, legyen magyar irodalom, legyen külföldi. Természetesen ez az ajánlati listától is függ, hogy miből tudunk válogatni. És hát tényleg úgy próbálom, hogy mindenki azért az igényeinek megfelelő könyveket megtalálja. A nyugdíjasok és a kismamák ugye itt is ingyenesen kölcsönözhetnek, ingyenes a beiratkozás, élnek is ezzel a lehetőséggel? Igen, ez látszik a statisztikából, hogy ebben a könyvtárban, vagy hát igazából a kerületben, hogy sokkal több az a nyugdíjas, aki ingyenesen, meg kismama, aki ingyenesen tud beiratkozni. Tehát élnek ezzel a lehetőséggel, de azért még jöhetnének. A könyveken kívül még mivel várják a könyvtár látogatókat? Folyóiratok vannak, nagyon kevés a DVD meg a hangos könyv, mert nincs rá igény. Egy időben cserélgettük másik könyvtárakkal, hogy a választékot bővítsük, de hát manapság már nem igazán van rá igény, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a könyvtár speciálisan tényleg egy alapszolgáltatással várja az olvasókat. Nagyon kellemes, nagyon otthonos, de nagy rendezvényekre nem alkalmas, mert nem tudjuk leültetni a látogatókat. Szemtorna van rendszeresen, ovisok is szoktak jönni könyvtár foglalkozásra, vagy ilyen könyvtár bemutatóra, de ők is inkább a kisebb csoportok, tehát iskolai nagy csoportokat nem tudunk fogadni. Viszont szeretettel várjuk, sokszor a kisgyerekes szülők is itt beszélik meg a találkozót, a gyerekek játszani tudnak, olvasni tudnak, kismamáknak, kisgyerekes családoknak külön kigyűjtöttük azt az irodalmat, ami gyerekneveléssel foglalkozik, tehát könnyedén, koncentráltan meg tudják találni, hogy amire éppen szükségük van. Azon kívül én rendszeresen begyűjtöm a kerületi kulturális intézmények programjait, tehát a színházak, kiállító helyek, múzeumok van bőséggel ugye a kerületben, és azoknak a programjait ajánlom. Internet hozzáférési lehetőség is van, és ezzel is örülök neki, hogy élnek sokan. Utolsó állomásunk a József Attila lakótelepiek könyvtára, vagyis a Börzsöny utcai könyvtár,
ahol a lakótelephez méltóan aktív közösségi élet zajlik. Könyvtárunkban 25 ezer könyv található, ami a lexikonokon és a szótárokon kívül mind-mind kölcsönözhető is. Nagyon sok szépirodalmi, klasszikus szépirodalmi könyv van itt a könyvtárban, ezen kívül könnyű, szórakoztató könyvek is vannak, gondolok most a romantikus könyvekre, a kalandra, a krimire. Sok gyerekolvasó jár a könyvtárba, tehát figyelünk arra, hogy minél több gyerekkönyvet vegyünk. Ezen kívül néhány évvel ezelőtt kialakítottunk egy úgynevezett tini sarkot is. Itt a tinédzserek itt találják a nekik való könyveket. Amiről még nem szóltam, az a szakirodalmi rész. Természetesen ismeretterjesztő könyveink is vannak. Ez az állomány részünk is jól felszerelt, és igyekszünk mindig frissíteni, bővíteni. Mitől jó egy könyvtáros? Úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy ismerjük a könyveket, tudnunk kell ajánlani az adott könyveket, és ismernünk kell az olvasóinkat is. Úgy gondolom, hogy mi elég jól ismerjük az olvasókat, hogy miket szoktak kölcsönözni, milyen igényük van, és akkor így tudunk ajánlani is nekik. Mindig a gyerekekkel szokott ide a könyvtárba jönni? Igen, igen. Ma három gyerekem is van, mind a hárommal, most a nagyobbik lányom iskolában van, úgyhogy nem tudtuk belejönni, de kettővel. Igen, két hetente szoktunk a könyvtárba járni úgy általában, nagyon szeretjük, mert csomó jó könyv van, mindenféle, még nekem én azért is szeretek ide járni, mert idegen nyelvű könyvek is vannak, és mivel angol tanítok iskolába, akkor itt azt is meg tudom kapni, el tudom olvasni, úgyhogy nagyon jó, nagyon szeretem. És a gyerekek maguk választanak könyvet, vagy azért szokott nekik segíteni? Hát ők választanak, és én akkor megnézem, tehát ők mindig meg van mondva nekik, hogy kettőt szabad választanak, és akkor ők kiválasszák, én megnézem, felülvizsgálom, hogy mit választottak ki, és akkor megmondjuk, hogy ez lehet, vagy nem lehet nekik való, vagy nem. Mennyire lelkesen járnak könyvtárba a József Attila lakótelepen élők? Úgy tapasztaltam, hogy örömmel jönnek hozzánk. Egy kis közösségként működünk, úgy gondolom. Tehát ismerjük az olvasóinkat, gyakran beszélgettünk velük, hogy miket olvastak, hogy tetszett nekik az adott könyv. 3-4 hónapja iratkoztam be, és minden hétfőn és pénteken itt vagyok. Nagyon kedvesek a lányok, és tényleg olyan boldogan jövök ide, mert mindennel kapcsolatosan készségesek, hogyha valamit ki szeretnék venni, és nem találom, akkor rögtön ugranak és jönnek. És arról nem beszélve, hogy tudok internetezni. Na most az internetezés is úgy történt, hogy a Ferencvárosba tanultam meg internetezni. Hol? Hát a központban, a Haller utcában. Kattints rá a Nagyi program keretében? Igen, a Nagyi program keretében, és ugye mivel, hogy otthon nincsen internetem, így minden hétfőn és pénteken általában 1-től 2-ig itt vagyok a könyvtárban, és azt hiszem nem is veszek, mert ez nekem nagyon jó. Azért is, mert olvasok is. Így minden héten 1-2 könyvet kiolvasok, és hát természetesen nagyon jól érzem itt magam. Azt hiszem, hogy hosszú távú vendége leszek a könyvtárnak. A könyvtár a lakótelep életében mennyire tud részt venni? Aktívan részt vállalunk a lakótelep életében, hiszen minden éven megrendezésre kerül a lakótelepi vigasságok, azon is részt szoktunk venni. Karácsonykor egy osztállyal megtanulunk egy betlehemes játékot, és a helyi óvodákban, művelődésházban, idősek házában, illetve itt a könyvtárban is mindig előadják. Rendszeresen jönnek hozzánk óvodás csoportok, iskolás osztályok. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a gyerekek életében a könyvtárlátogatás, hiszen hogyha a gyerekek ebben a korban megszeretik a könyveket, megszeretnek olvasni, akkor az életük későbbi részében is nélkülözhetetlen lesz a könyv a számukra. Havonta megrendezett rendezvényünk a Szabálytalan illemóra, amit Kovács Éva Rebekka színésznő és Detre Anna Mária pszichológus színésznő tart. Itt minden alkalommal más-más témát járnak körbe a gyerekekkel. Volt például, hogy eljátszották, hogy étteremben vannak, vagy állatkertben vannak, vagy az ajándékozásról beszélgettek. A másik szintén havonta megrendezett rendezvényünk a Papírszínház előadás, melyet Zémezei Erzsébet tart. A Papírszínházat azt úgy kell elképzelnünk, hogy a mesélő Erzsike a gyerekekkel szembeülve meséli a történetet, és nagyméretű papíralapon látják is a gyerekek a mesét. Mindkét rendezvényünket nagyon szívesen látogatják a gyerekek. Ezen kívül kézműves foglalkozásokat szoktunk tartani. Nagyon jók a gyerekrendezvények,
Van most a Detre Anna Mária illemtan, szabálytalan illemórájára járunk, és minden ilyen rendezvényre, amit szerveznek itt a könyvtárosnök, azokra el szoktunk jönni, hogyha úgy van időnk. Legközelebb húsvéttel kapcsolatos kézműves foglalkozásunk lesz, március 27-én 17:30 lesz. A szabálytalan illemóra a következő alkalma március 2-án 11 órától lesz, a papírszínház előadás pedig február 27-én 17:30 kezdődik. Mindhárom rendezvényre szeretettel várunk mindenkit. Nagyon fontos az, hogy ezek a könyvtárak ma már nem csak könyvvel vannak jelen, hanem olyan programoknak a megvalósítására is alkalmasak, amelyek közösségformáló, akár közösségépítő jellegű, és kitűnő szakembereink, tehát kiváló könyvtáros kollégák dolgoznak azon, hogy ne csak egy kölcsönző könyvtár legyen, hanem egy kulturális központ, és a 9. kerületben lévő 3 könyvtár hozzátegye a maga, hogy úgy mondjam, erejét, tőkéjét, szellemiségét ahhoz, hogy az itt lakók valóban egy művelődési központba jöjjenek be, nem csak egy könyvkölcsönzőbe.